Ezek a leggyakoribb mozgásszervi betegségek. Ugye a globális trendek széles körben befolyásolják az emberek életmódját, és ezeknek gyakran vannak közvetlen vagy közvetett hatása a mozgásszervi egészségre. Ilyen a fokozódó ülőmunka, a túlzottan mozgásszegény életmód, ugye a hosszú órákig tartó játék, például ugye ülőhelyzetben, a karokban, a csuklókban és a hátban is fájdalomban nyilvánulhat meg. Most nézzük meg, hogy melyek a leggyakoribb mozgásszervi betegségek. Az első ilyen lehet a bélkörciszta. Ugye a bélkörciszta egy tért hajlatban található dudor vagy dúzanat, amelynek tünetei között ugye ott van a fájdalom, a szorító érzés, illetve a merevség is. A fájdalom a tért hajlítása és kinyújtása során fokozódhat, a ciszta pedig ugye idővel megrepedhet és ki is szakadhat. Jellemzően izületi betegség vagy sérülés, trauma következtében alakul ki. A folyadékkal teli dúzanat akár önmagától is felszívódhat, de ha néhány napon belül sem múlik el, vagy nem enyhül a fájdalom, akkor el kell menni az orvoshoz. Aztán gerincscsatorna szűkület, ugye a gerincoszlop csigolyái egy ilyen csontos csatornát képeznek, amelynek az átmérője ugye nagy mértékben lecsökken, akkor a gerincscsatorna szűkület áll fenn, ekkor nem csak a gerinc velő, hanem az érintett területeken futó idegek is nyomás alá kerülnek, ami erős derék és nyakfájdalmat, illetve végtagzsibbadást is eredményezhet. Az esetek többségében ugye a gerinc csatorna, a gerinc túlterhelése és az elhasználódása miatt szűkül be, a kezelésére pedig a gyógytorna jelentheti igazából a megoldást, amennyiben a betegséget idejében diagnosztizálják. A következő az a gerincfeldőlés, ugye az egyik leggyakoribb mozgásszervi betegség. A gerincfeldőlés során a gerinc oldalirányba, balra vagy jobbra görbülhet, csavarodhat is, tehát nagyon sokféle változata van. Általában egy ilyen 10-12 éves korban vagy a pubertás korban már észlelhetőek a jelei, ugye a kialakulásának az oka pedig többségében ismeretlen, tehát nem lehet ráfogni valami, hogy na ez az oka. A gyenge hátizom, a hanyagtartás és a túlzott terhelés viszont hozzájárul a kialakulásához. A gerincfeldőlés sajnos korán sem csak esztétikai gondot jelentett, hiszen akár erős hátfájást és súlyos kardiológiai problémákat is okozhat. A következő az az inhüvelygyulladás, ugye hosszantartó, monoton terhelés hatására, mint az adminisztrátorok vagy a gépírók, tehát az inak begyulladhatnak, és még a legkisebb mozgás is fájdalommal járhat. Na most az inhüvelygyulladás szó hallatán legtöbben az ujjakra gondolnak, hiszen a rengeteg gépelés és a kattingatás alaposan megterhelik az ujjak izületeit. Ugye én is pont erre mondtam nektek az előbb egy példát. Azonban a betegség többek között a csuklót és az alkart, illetve a könyököt és a lábfejet is érintheti. Tehát ha az inhüvelyt begyullad, akkor a sérült területet azonnal pihentetni kell, hosszabb ideje fennálló vagy visszatérő betegség esetén pedig ajánlott mi hamarabb gyógytornászhoz fordulni. Aztán köszvény. A köszvény egy olyan izületi gyulladás, amely rohamokban jelentkezik, és bizonyos időközönként csillapodik, majd újra visszatér. Ugye az izületi fájdalom kifejezetten kellemetlen lehet, az érintett terület pedig kipirosodhat, megduzzadhat. Ő neki a hátterében a magas húsav szint áll, amely károsítja ugye az izületeket. Bizonyos életmódbeli tényezők, például a túlzott húsfogyasztás és az alkohol bevitel, tovább növelik a betegség kockázatát. Szerencsére a köszvény tudatos diétával és megfelelő folyadékbevitellel rendkívül jól kezelhető, ezért mindenképpen érdemes a házi orvos vagy egy dietetikus tanácsait is kikérni. A köszvény az nem mozgásszervi probléma, hanem belgyógyászati kórkép, amelynek komoly mozgásszervi tünete is van. Aztán teniszkönyök. Ez a betegség a teniszezők majdnem 50%-át érinti, de közel sem csak a sportolók életét keseríti meg. Tehát attól, hogy te nem teniszezel, attól még lehet teniszkönyököd. A teniszkönyök a fokozott, gyakran túl intenzív fizikai igénybevétel miatt alakul ki, gyakran pedig inhüvelygyulladással és csonthártyagyulladással is együtt jár. A fájdalom fokozódhat az alkarban, folyamatos izomláz érezhető, a kéz vagy akár a teljes kar zsibbadhat, és érzékenyé tud válni.
Szerencsére a teniszkönyök nem csak műtéti beavatkozással kezelhető, hanem gyógytornával és manuálterápiával is orvosolható. Aztán a mozgásszerű panaszok ellen ugye sokat segíthet egy hatásos, gyógynövényes balzsam, ugye a Salicort Extra balzsam egy ilyen termék pont, hiszen 15 speciális gyógynövényt tartalmaz, amelyek együtt kiváló fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek. Ugye azért krémekkel érdemes elsőre próbálkozni, ugye ezt nagyon sokszor elmondom, mert a hatásuk ugye azon alapul, hogy a bőrünk, ahogy anyagcserét folytat, felveszi az anyagokat, így képes a krémekbe kevert hatóanyagokat is felszívni és eljutatni a bőr alsó rétegébe. És pont ez adja a legnagyobb előnyét is, hogy a krém hatóanyaga teljes egészében oda kerül, és ott fejti ki a hatását, ahol az adott probléma van. Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok, osszátok meg, legyen szép napotok, sziasztok!